Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Surviving the Aftermath folytatása. Na hát végül elindult. Nem volt teljesen is hibátlan a menetünk indulása. Úgyhogy úgy látom a legutolsó patch az némileg megküzdötte a játékunkat, némileg kihívások elé fektette, de végül túléltük. Szerencsére. Nem kell újat kezdeni, vagy valami egyéb gubanc. Nem kockáztatom meg, hogy a háromba esetleg belehal. Nem tudom, hogy van-e esélye rá. Vagy csak túl óvatos vagyok. De ő például 80-at sérült, annyit nem tudott volna benyalni. Úgyhogy lehet, hogy nagyon is helyes volt. Mondjuk ide. Mindegy, hogy melyik irányba nézünk be. Itt talán még van új terület, nincs. Jól látom, hogy ez tök üres. Igazán kedves vagy játék. No. Ezt az épületet felszabadítottuk. És végtelen komponens. Se baj. Na, hát építgetjük a sok-sok-sok házat. Ugye rengeteg fém meg fa kell majd ezekhez. Kolonistáink, mit szeretnétek? Valamilyen roncsot találtak, autóroncsot. Ezúttal nem volt szerencsénk. Ráesett majdnem a lehulló jármű. Megsérült. Azért van sok-sok orvosi. Majd valahol elláthatja magát. Vagy nem. Ez néha egészen furán viselkednek, de ez az ő bajuk. Na, hát megvárjuk a házak elkészültét, ugye? Azért gondosan össze-vissza vannak a sorrendek, tehát van ahol fa van ahol fém. Tehát van olyan, ahol van fém. Na, jól láttam. Nem, azért olyan nincs, amiben... De itt tele van fém. Itt fa meg beton hiányzik természetesen. Itt van fa meg beton, úgyhogy fém nincs. Logikus, hogy így építkezünk. És úgy látom, megúszta. Na se baj, ez a 26 fém az nagyon jó helyen lesz. Te is gyere vissza, mert mindjárt meghalsz. Gyere ide, nézd be. Bár alapvetően te is elindulsz visszafelé. Pancsi-pancsi kutatással, azt mondjuk meglátjuk. Vagy nem is kell meglátni. Agresszív kollégánk elindul. No. Max meggyógyult, helyes, valahol azért bement. Túlélők, wow! 10 felnőtt, 13 gyerek. Meg egy specialista, mondjuk akkor miért ne? még emberek, akiknek nincs szállása. Sokkal fontosabb, hogy víz sincs sok. Elvileg egyébként azt hiszem nem volna.
célszerű ilyen közel rakni a kutakat egymáshoz, de hát ne. Te majd megvárod a többieket. Jó, a sérültek mehetnek a kórházakba és egyebekbe. Oké, itt van még kaja? Nincs. Rakjuk olyan helyre, ahol van. Ezt mondjuk jelezhetné, hogy kifogytunk. Ne nekem kelljen megtalálni. Jó, azt hiszem valahol van még egy kaja raktárunk. Legalább Kérberire átrakjuk. Itt még van. Oké, mondjuk vannak közelebbiek is, de mindegy, ez már nem érdekes. Olyannyira. Ja, még mindig jaj. Te nem vagy érdekes, majd megvárjuk az összesen. Ja, és akkor kéne még egy iskola, ha egyszer ennyi gyerek van. Legyünk jó fejek. Szépen gyorsan merülnek a bütykök. Specialistáink. Ennyire veszélyes. Ha neki nagyon, úgyhogy elindul vissza, hogy majd meggyógyuljon. Nem látom, mert éppen ráérsz akcióra. Nálad egy csomó cucc. Nézd be. Egy felderíthető csomó helyes. Akkor két kutatózóna lesz majd egymás mellett. Oké, te milyen jó vagy. Leginkább semmire. Gyenge harc. Ő is fosztogató. Ott te gyere ide, és ezt a kórházat kifosztod. Az valakinek valamikor jó lesz majd. Fura alak a kapuba. Doktor mágus doktor. Kockáztassuk meg. Oké, tehát egy fertőzött, egy mérgezett, meg egy... sugárbeteg. Megnyugtató. Megnyugtató. Csak nem.
No. Ide meg beton kéne. Specialisták akcióznak. Doki, gyere vissza. 26 fém, az nagyon jól fog jönni. Igazából gyere vissza te is. Harcosunk az. Jöhet ide és benéz. Ó, még egy harcos bandita. Nullás védelem. Az nagyon jól hangzik. Majd idővel harcosunk rendezi. Vagy nem. Na, reméljük a 29 fém az elég lesz ahhoz, hogy befejezzék itt néhány épület építkezését. Na, egyel kezdhet. Helyes. Oké. Ez hogy áll? Még van itt némi kütyű. Meg elég sok kütyű, de ez a kaja, az nem érdekes. Az nem annyira érdekes, még itt is van még fő beton, ó, rengeteg beton van itt még. Helyes, helyes, helyes. Még akad némi fém is a fém hulladékgyűjtőben. Műanyaggyűjtőnél is akad műanyag. Helyes, nem sok, de valamennyi akad. Műanyagban jól állunk. A fém a probléma. 23-ról 19-re csökkent a lakosság probléma. Egészen fura, hogy nem sorba rakják. De hát ez van. Mondjuk a nullással simán ellennél te is. De nem. Gyere vissza és pihenj. És pancsi, pancsi. Oké, te megérkezz meg végre. És 5 menetbe kiszeded. Remek. Ez ugye ehhez is beton meg fa kell. Végtelen beton meg fa. No, valaki a kapuknál, tudósnak néz ki. Akatrészért jód. De miért is akarnám ma bármit tőled? Fémre van szükségem, nem bármi egyébre. Nyilván jó lenne, ha gyógyszer kéne, de gyógyszerből vagyok jól ellátva. Jót pirula az nyilván egy picit hasznos lenne, de ezért nem fogok küzdeni.
Hát ez egy örökké valóság lesz így. No, akkor te mész vissza a repülőhöz meghalni. Egy kocka. Pek. Nagy pek. Na, ezt kiütötte, legyen bármi is az. Mit fedsz fel? Egy újabb atomerőművet. Na, itt sok atomerőmű volt, sok-sok tudománnyal. Remek hír. Hosszú távon. Hát egy kis sérülés, de belefér. Egyelőre belefér. Hőhullám. Kaja probléma, meg dupla vízigény. És dupla vízigénnyel csak az a gond, hogy... ezek a kutak nagyon messze vannak még az elkészülttől. De akkor azért prioritást kapnak. Kajából úgy látom jók vagyunk még. De mondjuk még egy nagy mezőt azért kirakunk, vagy kettőt. Na, ketten felnőttek, az is valami. Specialistáink akciózhatnak. Az a beton az jól jönne, az szimpi volna. Ja igen, a mezők lassan elkészülnek. Az egyik az kukorica mező lesz, vagy mi az, magyaró mező, a másik az még nem tudom. Nyúl szezon, menjen. Fú, beleugrottatok a szennyezett nyúlürülékbe, vagy mi? Oké.
Oké, és készül ez a második mező. Na most nem tudom, mi kéne. Krumpli van. Kukoricából nincs sok, akkor legyen egy adag kukorica. Nem olyan a legjobb, de... de sose ártna. Hih. Négy masszív mező. Vagy sok masszív mező. Az olyan, hogy egész nagy lett a bázisunk, és így... csomó helyen, ahol egyébként nem nagyon... lenne senkinek dolga, most ott dolgoznak. Nagy víztározót lassan elkészítenek. Hát, hogy mennyi ide a atomokhoz, és szeres sok-sok tudást. Ja. Te így magadba lettél kész. Kis pancsi-pancsi. Fertőzöttek így, úgy, amúgy, stb. Beton kimerült. Pam. Hol a bázisunk? Oké. És a te munkaterületed az jelenleg nem tartalmaz semmit. Egy némi palánk, meg betont rácuppanunk. Hát ez ott abszolút célszerűtlen ez az elosztás az eszköznek, hogy nem olyan, hogy keresd a legközelebbit. De ezt már korábban is mondtam, hogy egyszerűen menj a legközelebbi be és gyűjtsd, semmi egyéb trükk nem kéne. Gyűjtsd be. Remélhetőleg nem robban rád. De a rád robbant azért mentél teljes HP-n, hogy elviseld. Ő is egy gyűjtögető. Egyelőre gyere ebbe az irányba, aztán majd meglátjuk. Ha hajlandó vagy elindulni. No, kipáncsoltad, helyes. És azt hiszem a harcosunk lassan visszatérhet. Gyógyulgatni. Te meg az utolsó kettőt összeszeded. És a sok-sok gyógyszerrel visszajössz. Egy kórháznyi gyógyszerrel. Na, az egyik torony az épülget. Rabszolgatartók. Hát nincs semmi, úgyhogy az nem tudok mit cserélni. Nem mintha nagyon akarnék, de ez van. Mm-hmm.
Persze ez a víztorony sok hasznonnal nem fog bírni. Így most a... mi egyéb mellett. Oké, veled megvárjuk a többit. Megérkeztek a többiek. Hát te jöhetsz vissza némi fémmel. Némi nagyon értékes fémmel. Nem. Ez az útvonalkeresés az eléggé gyengécske egyenlőre. Na, elkészült egy... nem, kimerült egy nukleáris hulladék. Micsoda pek. Wow. Akarok-e még 20 embert? Nem fogok elküldeni, de... nem túl egészséges, na. Maradjunk annyiba. Elvileg akkor ennek olyan a zónája. Ja nem, tele van, vagy nagyon közel van a kapacitása. Hát de vaze, akkor vigyétek be. Köszönjük, játék. Ez azért nem igazán jött össze, úgyhogy kéne csinálni. Sosem 42-nek nincs lakása. Meg fertőzött, meg mi egyéb. Ja, és a víz az gyakran pillanatokon belül elfogy. És utána a lakosságunk is el fog fogyni. Hát nem kellett volna beszedni, úgy érzem, itt bajok lesznek. Itt bizony bajok lesznek. Ezzel a vízhiánnyal. Itt bizony nagy bajok lesznek. Például a fanboxokat összeszedhetné valaki. Nem nagyon kell, de miért ne? Nem, csak arra felé dumálunk. Teljesen véletlenszerűen. No. Huh?
No, valaki egy ajánlattal jön. 50 fiberért 50 krumpli. Ne, nem, fordítva. Ha lennének ilyenjeim, akkor jó lenne, de nem. Mi lenne, ha kajáért adnál dolgokat? Hm? Luna! Kellemetlen. Kellemetlen, de ennyi embernek nincs vízünk. Úgyhogy azt hiszem meg fog oldódni a lakosság számunk. Tudósunkra rárobbant az ajtó, úgy látom. De hát ez a abszolút lényegtelen probléma. No. Amit tudunk viszont, az talán egy ja, hogy ez egy olyan kút lenne, amit bárhova lehet rakni, nem csak jó talajra. Meg elég sokat hoz, 30. 12 energiáért cserébe. Oké, mondjuk itt nem annyira helyzet minősége számít, hova rakjalak téged? Még egyet lerakunk majd valahova. Viszont ahhoz áram is kell, 12 darabjához. Papparapappa. Nem mintha lenne ennyi áramunk, vagy bármi egyéb. Na hát ez a hőhullám, ez úgy érzem, komoly problémákat fog okozni. Mm-hmm.
Aha. Kezdenek meghalni. Hát nem örülök, majd akkor kell még egy ilyen hullatároló. És abban a pillanatban véget is ér a... Hogy hívják? Amint mindenki szomjan halt. Abban a pillanatban véget ér. No, hát akkor ezzel a kupac problémával folytatjuk legközelebb. Ára ennyi. Egy-két órával rövidebb ez a hőhullám, és 50 helyett 5-10 halottal megússzuk. Ez van. Már ennyi. Az apokalipszisben a legnagyobb probléma, hogy túl meleg volt és nem volt vízünk.